Sziasztok! Itt van a nyár, és jön a nyár, inkább úgy mondanám, hogy a téli fegyverviselésnek ugye az egyik nagy előnye, hogy külső tokban a fegyvert kényelmesen tud viselni, rejtve, úgy, hogy senki más ne lássa, a kabát alatt természetesen. De jön a tavasz, jön a jó idő, jönni fognak majd a plusz 30-40 fokok, hú de jó, és az emberke szeretné ugyanúgy viselni a gázfegyverét. Na most, hogyha éppenséggel nincsen egy pentakon combtáskája, jön be a fegyvert, ugyanúgy kényelmesen tudja viselni, hanem vagy éppenséggel nem akar ilyen táskába vagy hasitasiba viselni a fegyverét, mivel hogy a gyors elővételt azt nem segíti elő, akkor vakarja az ember a fejét, hogy mi is legyen. Hát külső övtokban, hogyha a fegyvert visel, akkor ugye póló alatt az kilátszik, jobban kilátszik, mint egy belső övtokból. Erre a megoldásra készítettem különböző gázfegyverekhez illővét okokat. Remélem nem esik ki a kezemből. Ugye a Sigsauerhez, az Orakihoz és az Ekkolorasszhoz is készítettem, őket mindjárt egyesével bemutatom. Na most a Sigsauerhez és az Orakihoz készült ok, az mondhatni egyforma. Mi is ennek a lényege? Maga a tok, az a nadrágon belül van, azt már mindjárt be is mutatom nektek, hogy hogy áll. És az övhöz, pedig ezzel a két patentos övbújtatóval, ugye átveszed az övön, rápatentolod, és akkor utána tartja a fegyvert, utána tudod gyorsan rántani. Van egy másik megoldás is, amikor ugye a kengyelbe bújtatod bele a nadrágövet, nadrágszíjat, és akkor azt tartja, annak is ugyanaz a szisztémája, hogy ugyanígy ebben van a nadrágon belül, és akkor maga a nadrág is ráfog egyébként a fegyverre, és van egy formazárása is itt a sátorvasnál. Ezáltal futás közben, hogyha felkevered a nyugcipőt, nem fogod elhagyni a fegyvereket, mint más gyöngyvászon tokokból, mert azért volt már erre is tapasztalat. Ennek is ugyanúgy el van látva egy biztonsági formazárása. Lehetőség szerint azért tartsék is a fegyverünket. De van még ezeknek a modelleknek egyébként az a legjobb előnye, hogyha olyan helyre mész be, mint bíróságra, rendőrségre, és nem akarod leadni a fegyveredet, akkor annyi, hogy ezt simán lecsatolod, kiveszed a fegyvert a nadrágodból, tokkal együtt, és akkor el tudod tenni az autóba, vagy olyan helyre, ahol más nem fér hozzá. Viszont készítettem én már IVB tokot hamarabb is. Ugye ez az IVB tok, ez tevebőrből készült, és egy klipszes rögzítéssel. Ennek a klipsze még visszavagyászomba tokát, direkt nem mutatom a márkáját. Azért ez a klip rögzítés elfogadhatatlan. Teljes mértékben elfogadhatatlan. Ráadásul a fegyvert azt nem is fogja úgy, ahogy kell. Ezért rántással ki tud jönni. Ráadásul ott van, hogy nem egyszer jártam már úgy ennél a toknál, hogy bizony fegyverrel együtt jött a tok is. Ugye ez így fogja. Erről beszéltem. Nézzétek! Lőirány gumipisztoly, és elővetted. Ennyi. Tokkal együtt. Na most, hogyha ezt valakire így fogod rá, akkor jön a meglepetség. IVB tokban a székpisztoly. Ugye, kényelmesen lehet viselni. Laikus számára nem kiszúrható, aki már ért a fegyverekhez, azért azt csak ki tudja szúrni, hogy egy póló alatt azért van valami. Viszont azért nem mindegy, hogy ebből már így veszed ebbe a fegyvert, és nem jön bele együtt a tok. És ami a másik, hogy maga a bőrkeménysége miatt, maga a tok, az nem nyomódik úgy össze, mint egy valaki esetében, ugyanúgy IVB tokból van a fegyver. Jó, póló alatt azért kicsit kidomborodik, de nem úgy,
mint hogyha egy külső tubba lenne a fegyver. És ugye ebből is simán töltetek benne a fegyveredet, utána tokra rakni, és nem következik be az a véletlen baleset, hogy a fegyvert tokkal együtt veszed elő.